Na, mi újság szokás szerint, mint minden második pénteken, ezúttal beszélgető társaim Nyári Gábor, aki író és újságíró, valamint Váradi Tibor, aki pedig a Humanista Jó estét Pártnak az kívánok én is. elnöke. Tibor hozott ide egy idézetet, amelyből okulhatunk, és megtudhatjuk, hogy vajon mennyit tanult, vagy milyen tanulságokat vont le, vagy levont-e egyáltalán bármiféle tanulságokat Gyurcsány Ferenc az Összödi beszéd óta. Így van, Gyurcsány Ferenc az e-heti Magyar Narancsban többek között azt mondja, hogy idézek, arra kértem a koalíciós pártokat, értsék meg, a biztosítási oldal átalakítása ugyan tényleg fontos kérdés, de ezt ne a nyilvánosság alatt és előtt vitassuk meg. Tényleg fontos, de ezt ne a nyilvánosság előtt vitassuk meg. Fura volt ez meg. A teatrális lassúság, mint egy próba. Ilyen... Mint egy próbálta gyurcsányosan. Öreg aparcsik. Szóval... Személyeskedés, kikérem magam. Szóval, mit is tanulhatott Gyurcsány az Összödi beszéd óta? Megvoltunk mi a választások előtt szólítva ezzel az üggyel kapcsolatban, amikor döntést hoztunk? Volt szó ott az egészségügyi rendszernek az átalakításáról? Volt. Volt, és kikérte magának, ugye, amikor szóba került ezen az ominózus vitán, ahol földbe döngölte Orbán Viktort, akire ráfért egyébként, és nagyon öröm volt nézni számomra, de hát ugye cinikusan végig hazudva a vitát sikerült földbe döngölni az ellenfelét, és akkor amikor fölhozta az Orbán, hogy lesz egy ilyen gyógyszerfelírási díj, azt hiszem akkor így mondták, na akkor mondta, hogy mondja vissza. Mondja vissza, mondja legyen vissza. Hazug állításokkal igaztalan állításokkal választást nyerni igaztalan országhoz vezet. Így van, tehát így lett ez a visszavonás. Na most körülbelül ennyi szó volt az egészségről, nem sokkal több. Tehát, hogy semmiféle átalakítása az egészségügynek nincs, nem is lesz. Talán rendszer, biztosítási rendszer. Egyébként az Orbán e tekintetben legalábbis e tekintetben őszinte volt a négy pártelnök vitájában, legalábbis emlékeim szerint akkor hangzott el ez a mondat, hogy amikor már nem is emlékszem, hogy ki vezette ezt a vitát, de amikor a moderátor rákérdezett, hogy ők mit terveznek az egészségügyel, akkor az Orbán széttárt a karját. Fura volt egyébként, hogy erre egyetlen egy elemző sem csapott le erre a mondatra, és azt mondta, hogy hát mi 98 és 2002 között megpróbáltuk, de nem megy. Ezt mondta. Legalábbis mondom, e tekintetben őszinte volt. Tehát ők is azt mondták, hogy megpróbáltuk a többbiztosítós modellt, megpróbáltunk mindent, de ez elbukott az egyébként, ez az állandó eposzi jelzője a magyar egészségügynek, szóval a feudális egészségügyi rendszerünk ellenállásán. Az Orbán nyíltan kijelentette, hogy ő nem óhajtja átlakítani, mert ez nem elég jók a képességei, vagy nem tudom, nem érzi magát ehhez kellően erősnek, vagy a pártját, vagy a koalíciót, amit alakítani készült 2005-ben. De hogy gondolja el ez Gyurcsány Ferenc? Én arra vagyok kíváncsi, hogy gondolja el? Tehát ő nem kapott felhatalmazást arra, vagy legalábbis nem erre kapott felhatalmazást a társadalomtól. És most még csak az ezzel kapcsolatos vitából is ki akar rekeszteni bennünket. Nem arról van szó, hogy beleszólásunk lehessen a dologba, hanem pusztán arról, hogy figyelemmel követhessük ezt a vitát, vagy a politikai erővonalait ennek a cselekvésnek egyáltalán láthassuk, érthessük. Ő azt mondja, hogy hiba. Hiba lenne számunkra engedni, hogy a nyilvánosság előtt zajlanak ezek az események, és mi majd ezt nyomon kövessük. Van ott azért egy kulcsmondat, ami szerintem egy oldalvágás a koalíciós partner felé. A nyílt vitában, vagy nyílt vitára kényszeríteni a miniszterelnököt szerintem legalábbis ebben az esetben nyilván egy komolyabb meghátrálással járna, mint amilyenre egyébként egy zárt és a nyilvánosság illetve a nyilvánosságot kizáró vita során kerülhetne. Hú, de nehezen keveredtem ki ebből a mondatból. Szóval én azt gondolom, hogy ez elsősorban talán az SZDSZ-nek szólhat ez a mondat, hogy most már elég messzire jutottatok el, átvertetek mindent, amit átverhettetek, most már álljatok le. Van egy határ. De saját magának az alter egóját, Kókát szólítja meg ilyenkor? Igen. Az biztos, hogy egy belső monológ. A Kóka minimi. Hogy az SZDSZ az egy másik véglet volt ebben a kérdésben, mert ők meg nem egy vitát folytattak le, hanem ugye egy ultimátummal fordultak a nagyobbik koalíciós partner felé. Ez így a 2-3%-os támogatottsággal bíró koalíciós partner ultimátumot szegezett, nem tudom, 20%-os támogatottsággal bíró MSZP-hez, hogy hogyan kormányozzák az országot. Szóval ez tényleg fura volt. Na, de időről időre így határozza meg magát az SZDSZ, hogy a zsarolási potenciáját fejti ki.
Tehát, hogy ő igazából az SDS már az előző ciklusban is ugyanebből élt meg. Hogy megbuktatott egy miniszterelnököt, ellehetetlenített egy köztársasági elnök jelöltet, azt is megbuktatta. Tehát, hogy... Egyébként utoljára jó Horn Gyula volt az, aki az SDS képes volt fékeni, tehát pórázon tartani. Ő na volt... jó, de ő az abszolút többség birtokában tudta ezt tenni, akkor nem volt zsarolási potenciál. Akkor, nem, azért még akkor volt egy 70, ha jól emlékszem, 71 képviselőből álló SDS-es parlamenti frakció, most már hajult. Igen, de tök mindegy, hogy mennyien vannak, mert akkor rajtuk múlt, most rajtuk múlik, illetve az előző ciklusban is rajtuk múlt a koalíció léte, illetve a kormány léte, akkor Horn Gyula független volt, az ő többsége független volt. Igen, csak a Horn csinálta azt, amit egyébként az utódai sem, a Megyesém, a Gyurcsány nem tesznek, a Horn dobott be mindig valamiféle őrletet a köztudatba, amire az SZDSZ felháborodhatott, és később születhetett másnak kapcsán egy kompromisszum. Tehát igen. Akkor a Horn azt mondta, jó, akkor nem csináljuk meg azt a baromságot, viszont akkor ti is erőszakoljátok át azt, hogy... Hát ez ilyen régi trükk, állítólag a kommunizmusban így próbálták kikerülni mindig a cenzúrát, hogy egy kicsit túllőttek azon, mint amit szerettek volna írni, és akkor egy kicsit finomítottak, és akkor még maradt benne. Hát az a jó zsarú játék. Igen, és a jó öreg vörös farok, hogy ezt ott benne kell hagyni, mert azt a cenzor úgyis ki fogja majd húzni. Igen. És akkor elégedett lesz. Igen. Na, de egyébként apropó zsarolási potenciál, szerintem az elmúlt napokban van egy ember, aki olyan zsarolási potenciál, olyan közjogi zsarolási potenciálra tett szert, mint talán senki ebben a 17 évben. Robi, hogy is hívják? Kálmán Lászlóra célzó. Kálmán László, aki a Tudományos Akadémia nyelvész professzora. És mit csinált ő? Hát ő egy ellennépszavazási indítványt kezdeményezett, mégpedig percre pontosan ugyanakkorra nyújtva be, mint a Fidesz. Hát ugye ezt csak és kizárólag akkor lehetett. Tehát az volt az első pillanat, hogy lejárt a 3 hónap, és be lehetett nyújtani egy újabb indítványt. És most... És ott ült a gépén, és azt mondta, hogy... És én elküldtem, és elkiszúrtam az Orbán Viktorral mindenkivel. És el is mondta állítólag tegnap a Királyi TV műsorában, hogy ő nem akar népszavazást. Ez döbbenetes, tehát belegondolunk abba, hogy valaki nem akar népszavazást, és ennek érdekében népszavazási indítvánnyal él. Tehát, hogyha létezik alkotmányos szabotás, akkor ez az. Pontosan. Én a Kálmán Lászlót egyébként nem gondolom ennyire infernális figurának. Ő inkább egy ilyen, szerintem egy jó értelembe vett értelmiségi exhibicionista, mint mi mindannyian. Szóval azt gondolom, hogy az ő... És várja, bocsássad meg, mi ellehetetlenítünk alkotmányos intézményeket, nem, de azt gondolom, hogy a Kálmán László szándéka, és én ezt egyébként mondom, tehát én ezt nem akarom megkérdőjelezni, mert valamelyest egyet is értek vele, az volt, hogy megmutassa, hogy a Fidesz kérdéseit másképp is meg lehet fogalmazni, más értelmezési tartományban a kérdések mást jelenthetnek, és a szándékotra akarta igazából felhívni a figyelmet. Gábor, megmutatta? Fölhívta a figyelmet? Más mindenki erről beszél volna. Országosan? Igen. Akkor szerintem időszerű, hogy visszavonja, nem? Most, ez már csak a Kálmán László. Na jó, de szerintem akkor most dől el az, hogy a te értelmezésed a helyes, vagy a miénk. Amennyiben visszavonja, és teret enged a társadalmi közakaratnak, legyen az akármilyen is egyébként, abban az esetben aláírom, neked van igazad, fölhívta rá a figyelmet, és egy fontos dologra hívta fel a figyelmet, és az én véleményem 180 fokos fordulatot vesz abban a pillanatban, hogy visszavonta ezeket. De jó, tudom, már készülnek az új petíciók, most már sorra fogja benyújtani mindenki az újabb és újabb verziókat. Akkor hát mire hívta fel a figyelmet? Arra, hogy lehet partizán tevékenységet lehet folytatni az alkotmányos rendszerrel szemben. Akkor hát erre hívta fel a figyelmet? Tehát akkor ez nincs sem pont arra hívta fel a figyelmet, amire arra hívta fel a figyelmet szerintem, hogy a Fidesz kezdeményezése, a népszavazás intézménye elven, ugye ez ilyen eufemizmus nyilván, de azért hogy egy népből jövő kezdeményezés kellene, hogy legyen, az egyszeri állampolgár, mint például Kálmán László, besétál az OVB-hez, és népszavazást kezdeményez valamilyen ügyben. Ehhez képest ezt a népszavazást a Fidesz elnöke ígérte be, Orbán Viktor, tehát a legkülönbözőbb sem beszélhetünk népi, hanem a, igenis a közvetett demokráciából fakadó kezdeményez. De miért? Mi az oka? Ezt se hallgassuk el. Mert az Orbán Viktor azt mondja, hogy a közvetett demokrácia, jelen állapotában legalábbis meghaladható. Nem azért, mert az Orbán Viktor azt mondja, hanem azért, mert 200 ezer aláírás kell egy népszavazásnak a kiírásához, és Magyarországon jelenleg a Fideszen és az MSZP-n kívül senkinek nincsen megfelelő háttere, személyi háttere ahhoz, hogy meg tudjon szervezni egy 200 ezeres aláírási ívnek a létrejöttét. És hadd tegyek valamit hozzá, ennyi? Az MSZP már is javaslatot tesz, hogy biztos, ami biztos, legyen ez 300 ezer. Legyen 300 ezer. Tehát jelenleg arról van szó, hogy már most, tehát ott tartunk, hogy nemhogy te vagy én, már a Fidesz sem tud kírni gyakorlatilag népszavazást. Hát ja, ezek az akciók. Látjuk, hogy nem. Tehát
mi a cél, hogy ezt az intézményt is ellehetetlenítsék. Egyébként a Magyar Köztársaság intézmények közül miért pont ez ne lenne ellehetetlenítve? Igen, szóval egyébként azt hozzá kell tennem, hogy én ebből az alkotmány, tehát az Alkotmánybíróság és a népszavazások kölcsönhatásáról írtam annak idején szakdolgozatot, és azt kell mondanom, hogy a 90-es években igen-igen gyakoriak voltak az ehhez hasonlóan közjogi krimik, ahol mindenki felsorakozott, így például amikor a föld kérdésről volt, hogy eladható a magyar föld, nem emlékszem pontosan, bocsánat. Szóval akkor is fideszes kezdeményezés volt ez. Fideszes kezdeményezés szintén, nem, akkor beadta az MSZP, fordított előjele, az ombudsman bejátszott, a köztársasági elnök, így tehát ilyen közjogi krimi. Ami egy ilyen nagyon lényeges közjogi krimi volt, azt gondolom, hogy ez előkerült ugye az első népszavazási kezdeményezésnél, illetve a másodiknál, bocsánat, hogy az első volt a négy igenes, a második pedig a szép emlékű Király Zoltán, aki akkor nyírta ki magát gyakorlatilag a politikai életből, elképesztő volt, hogy ő volt az első ilyen figura, akinek nyomon lehetett követni a politikai halálát pár másodperc alatt. Szóval ő volt az, aki ugye indítványozta Pozsga Imrével karöltve azt, hogy a köztársasági elnököt ugye ne a parlament, hanem közvetlenül a nép választja, és ezzel a középerős köztársasági elnöki intézmény átalakulhatna egy ilyen elnöki rendszerű, erős prezidenciális köztársasága. És akkor a összes többi parlamenti párt felszólította az ország lakóit, hogy ne menjenek el szavazni. Ami ugye elben állampolgári kötelességünk, mégis mindenki, illetve az összes parlamenti párt akkor az MSZP-t leszámítva azt javasolta, hogy a köztársaság polgárai ne vegyenek részt a népszavazáson, pedig kiíródott, és azt hiszem, hogy jól nem szerintem 10%-nyi ember ment el. És még nyára tűzték ki, ami mindig egy kiváló taktika, hogy amikor egy fontos közjogi esemény nyára tesznek, amikor senki nem figyel oda. Bár kijavítanak nekem, ez egy ilyen, hogy mondjam, fontos dolog, nem állampolgári kötelezettség a szavazás szerintem. Oké, nem kötelezettség, ezt butaságot mondtam, igazat van, de azt gondolom, hogy a köztársaság intézményének a működtetéséhez hozzátartozik az is, hogy az ember inkább elmegy szavazni, mint sem, hogy ignorálja a szavazást. A politikusoknak erkölcsi kötelességük, hogy ne szólítsanak fel senkit a magyar köztársaság talán legfontosabb, vagy megmerem kockáztatni, legfontosabb intézményének a negligálására. Én azt gondolom, hogy a szavazás aznak nem szabad túlzott és egyetlen értéket adni. Én azt gondolom, hogy a részvétel, mint olyan, általában fontos a közéletben, és az a szemlélet, amely azt mondja, hogy 4 évente menj el szavazni, és az kvázi kötelező, és szavaz persze a kisebbik rosszra, és utána pedig vonulj el 4 évre, és ne foglalkozz azzal, hogy mik a közügyek, ne tarts kapcsolatot a képviselővel, ne adj be beadványokat, ne kérd ki a papírokat, ne ellenőrizd az eljárásokat. Ez egy nagyon korlátozott értelmezése a demokráciának. És én azt gondolom, hogy inkább arra kéne hangsúlyt fektetni, hogy a társadalmi ügyekben való részvétel, mint általános elv előbbre menjen, nem csak a szavazás. A szavazás az olyan, hogyha tudsz igent vagy nemet mondani, akkor mondjál, hogyha tudsz, ha van megfelelő párt, akkor szavazz rá. Amikor a parlamenti pártok többsége arra szólítja föl az ország szavazóképes polgárait, hogy ne menjenek el szavazni, tehát az a népszavazás intézményének az ignorálása egyfelől, másfelől akkor fura módon az egyetlen vállalható politikai tettnek tűnt. És ugye utána pedig volt, amikor meg saját népszavazás volt, a NATO. Ez egy nagyon érdekes kérdés volt több szempontból. Egyrészt, hogy a NATO népszavazás előtt minden esetre az alkotmányt módosították, úgy, hogy ne legyen feltétlen szükséges, hogy az emberek 50%-a elmenjen szavazni, ahhoz, hogy érvényes legyen a népszavazás. Tehát, és ott, amikor a NATO népszavazás volt, akkor még a törvény azt mondta, hogy kell 50%, az alkotmányt pedig már tuningolták, hogy a NATO-ba szépen is be tudjunk kerülni. És akkor ez meglett. Ehhez képest csak egy anekdota, hogy amikor korábban egy másik párt, egyébként a munkáspárt beadott egy népszavazási kezdeményezést, valamikor, még szóval a NATO népszavazás előtt egy pár évvel, nem tudom mikor. Azt végül nem fogadták el. Akkor azt mondták, hogy, hogy erről nem lehet népszavazni, hogy nem időszerű. Ez volt az alkotmányos ér, mert az Alkotmánybíróság sikerült kivédenie ugye a kommunistáknak a népszavazási kezdeményezését. És ugye a 2004. december 5-i népszavazásnál is hát legalábbis sugalmazva volt, hogy a baloldali, vagy hát a kormányhoz közel álló többség vagy kisebbség, teljesen mindegy, tehát ahhoz közel álló polgárai a köztársaságnak inkább ne vegyenek részt ezen a népszavazáson, mert ha a népszavazást ignorálják, az nagyobb politikai vereséget jelent a Fidesznek, mintha elmennek, és még úgy
Elképesztő, elképesztő. Tehát, hogy a népszavazást is a saját nyomorúságos és szánalmas bolha cirkuszuk eszközévé silányítanák, sőt, teszik. Mi erről a véleménye a tévénézőnek? Halló. Halló, én vagyok? Igen. Igen. Üdvözlöm Önöket, jó estét kívánok! Jó estét! Én egy másik témára hívnám fel a figyelmüket. Ha jól tudom, Önök újságírók. Az Önök kollégája elméletileg a Napkeltében rendszeresen megnyilatkozó Orosz József és Fekete G, a Népszabadság prominense. Jó. Nem a kollégánk, tehát itt is én most elhatárolod. Nekem legyen a kollégám, igen? De tessék! Tovább. Tessék! Pár nappal ezelőtt, 2-3 nappal ezelőtt reggel felháborodva hallgattam azt a mocskos szájú, szélsőséges, gyűlöletkeltő műsorvezetői megfogalmazást, amit ez a két ember folyamatosan a közszolgálati csatornán művel, a melegekkel kapcsolatos dolgokról beszélgettek. Mi is fogunk beszélgetni a melegekről, tervezzük. És aztán én írtam e-mailt a Lakatti Károlynak és a Gyárfás Tamásnak, hogy legyenek olyan kedvesek, azt a feljelentés megalkotót is behívni, már csak az objektív közszolgálatiság jegyében, aki feljelentette több tanú jelenlétében, igazolásában azokat a jelenségeket, ami miatt kirobbant a feszültség. Idézhetek 2-3 sort? Tegye. A menetben vonatkozó, azt mondja, hogy aki nemi szervét, majd a nyelvét dörzsölgetve mutogatta nagy nyilvánosság előtt, több alkalommal folyamatosan provokálva a közönséget. Az első kamion platóján vonagló közösülésre utaló testmozgásokat végző homoszexuális pár, akiknek egyik tagja többször tett rágás szavakat, erkőstelen ajánlatokat a járdán tartózkodók felé. Jó. És uram, ilyenkor ön szerint mi az adekvát válasz? Tessék? Ön szerint ilyenkor mi az adekvát válasz? Tehát ön egyetérte azzal... Itt egyszerű tény van, ők provokálnak... Igen, ők provokálnak, igen. Ők provokálnak, igen. Irritálják a járókelőket. Igen. Ennek... Igen. Ennek ebből a jelenségnek segítője Orosz József, Fekete G, egyértelműen tudjuk, hogy milyen oldalon állnak, a Klubrádió, a Népszabadság, és így tovább, és így tovább. De mi köze ehhez a melegeknek? Mi köze? Mi köze a Klubrádiónak, meg a magyar politikának ehhez az ügyhöz? Mi köze? Miért mossuk össze? Hát bocsánatot kérek, én egy jelenséget mondtam. A homoszexuálisok irritálták a közönséget. Hogy a homoszexuálisok ugye irritálják a közönséget, legalábbis szerintem. Közönség. Az Orosz József Fekete G vállára vette és segítette, médián belül elfogadtatóvá tette, és akik viszont ez ellen szeretnének tiltakozni, a néma többség, annak a Napkelte, a közszolgálati csatorna nem ad hangot. Aha. Ez az, ami felháborító. És ráadásul az Orosz József, az a mocskos szájú, szélsőséges, gyűlöletkeltő műsorvezető folyamatosan, amikor megjelenik, ezt a mentalitást nyomja. De az ön ezt a hozzászólást mondjuk ön szeretettelinek minősíteni például a saját hozzászólását? Tehát mert hogy gyűlöletkeltésről beszél. Azt hiszem, hogy megszakadt a vonal. Jó, azt mondom, hogy azonnal... Amit én felettébb sajnálok, azonnal, mert érdekelt volna a válasz a kérdésre. Azonnal válasszunk szét a kérdést, a Napkelte és a közszolgálati tévé pártossága, ami szerintem egy tény, ezért ne is vitatkozunk erről, ezt most tegyük a kukába, és van ez a másik kérdés. De, tehát én azt nem értem, hogy milyen mozdulatokat tett a csípőjével közösülésre emlékeztető mozdulatokat, és nyelvét kidugta. Ez nekem szállott? Ilyen mozdulattal. És kidugta a nyelvét. Egy coming out. Ez maga volt. És kidugta a nyelvét. És akkor ez mit jelent? Ez mit jelenít meg, hogy ő kidugta a nyelvét? Hogy ő arra provokálta a közösséget, hogy őt dobálják meg? Vagy mit jelent? Mit jelent, hogy kidugta a nyelvét? Arra vagyok kíváncsi, hogy van-e Magyarországon valakinek, bárkinek, egy állampolgárnak joga
állampolgári joga arra, hogy kidugja a nyelvét, és közösülésre emlékeztető mozdulatokat tegyen. Hát ha jártál valaha, ez most a reklámhelye a Budapest parádén, akkor láthatsz ilyet. Tele van ilyenekkel, homókkal, heterókkal, tömegesen. De ha este akkor kimész a Margit szigetre, akkor is nagyon... Arra vagyok kíváncsi, de tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy miért játsza el a biztonsághoz, meg a véleménynyilvánításhoz, meg a gyülekezéshez való jogát valaki azzal, hogy kiölti a nyelvét, és közösülésre emlékeztető mozdulatokat tesz. Ez magyarázza el nekem valaki? Nem játsz el ez a jogát, mindenki úgy provokál, ahogy akar, ezzel nem hiszem, hogy bárkit megbántott. De most volna. Én arra vagyok kíváncsi, hogy miért probléma az, hogyha valaki kimegy az utcára, és az utcán gyakorolja az ő hobbiát, szokását, szexuális... Félreértik a véleménynyilvánítás szabadságának a fogalmát szerintem. Sokan azt gondolják, hogy a véleménynyilvánítás szabadsága addig terjed, amíg engem nem sért. Ez egy tévedés. A véleménynyilvánítás szabadsága addig terjed, ameddig terjedhet. Azt gondolom, hogy ameddig egyáltalán... Tehát a igen, ez egy érdekes vita lehet, hogy meddig terjed a véleménynyilvánítás, hogyha én valakire rálövök, az még a véleménynyilvánításokba tartozik. Minden szabad, ami másnak nem árt. Nem, minden szabad, ami másnak nem árt, de minden szabad szerintem, ami tehát igen, itt talán eltérhet a véleményünk. Én azt gondolom, hogy nekem demokrataként el kell fogadnom azt is, hogy engem nagyon súlyosan megbántanak. Tehát én azt gondolom, hogy ha... Ilyen értelemben engem bánthat a te, nem tudom én, pólód, a te nadrágod színe. Igen, ilyen értelemben, érted? Ezt el kell tudnod viselni. Világos, hát erről van szó. És el kell tudnia viselnie, hogyha valaki olyan véleményt fogalmaz meg, alkalmasint kinyilvánítja, talán kis ízléstelen módon, tök mindegy, ez lehet. Teljesen mindegy, az ízlés az nem jogi kategória. Akkor azt el kell tudnunk viselni. Egy valamit, még szerintem van egy dimenzió, amit beszéljünk meg. Először is leszögezném, hogy én abszolút a meleg, leszbikus és transznemű emberek jogai mellett vagyok. Támogatom, hogy házasodhassanak, pont. Én meg úgy vagyok ezzel, hogy az emberi jogok mellett vagyok, és legyenek akármilyen típusú emberek. Oké, egyetértünk. Na már most. Ezeken a felvonásokon valóban van általában viszonylag kis csoport, akiket szerintem se kéne megdobálni, szerintem is megvannak az emberi jogaik, de tény, hogy provokatív a tevékenység. Na most a provokáció és az, hogy rajtam ez a póló van, és téged irritál, és az, hogy én direkt fölveszem azt a pólót, amit tudom, hogy téged irritál, és még be ezek, az két külön dolog. Jogod van. Igen, most pillanat, én azt gondolom, hogy ilyenkor én megértem azokat is, akiket ez provokál, akiket ez bánt. Nem azokat értem el, akik dobálóznak, azokat értem, akiket bánt. De azt gondolom, hogy a demokráciában vagy olyan ember, aki erkölcsösnek szeretné magát mutatni, aki erkölcsösebb akar lenni, mint a napkelte, az bizonyítsa be az erkölcsösségét, vagy hogyha úgy szeretné látni magát, mint egy felette levő, tehát aki nem provokál, aki nem ilyen, hogy ezt tűrje el, hogy ne üssön vissza, hogy ne legyen erőszakos, hogy ne legyen ő is erőszakos, és ilyen módon lehet az bizonyítani, hogyha valaki azt akar bizonyítani, hogy jobb. De ezt magyarázd el nekem, hogy miért érted meg, vagy mit értesz meg arról, hogyha valakit irritál a másik ízléstelensége. Én a másik ízléstelenségén vagy mulatok, vagy adott esetben, hogyha azt látom, akkor még az is lehet, hogy tudod mit, még az is lehet, hogy bosszankodom, ezzel már sokat vitatkoztunk, komplett televízió csatornák lehetnek rendkívül ízléstelenek. Nagyon más a helyzet abban az esetben, hogyha egy komplett televízió csatorna, amelyik be van drótozva minden egyes lakásba, és minden egyes nap szívja le az emberek intellektusát. Tehát azért ez egy nagyon-nagyon más dolog, mint évente egy menet. A csatornát elprogramozni, addig azt gondolom, hogy nincs miről beszélnünk. Tehát senkinek nem kötelessége beállítani a. De tudjuk jól, hogy az emberek a kicsi ellenállás irányába mozognak, és tudjuk jól, hogy mindig egyszerűbb a tűzbe mámulni, mint valamiféle intellektuális tevékenységbe fogni. Bocs, csak hogy válaszolj. Néha érdemes a tűzbe bámolni. Én megint csak külön választanám, és egy pillanatig sem akarom igazolni azt, aki erőszakos volt. Azt akarom mondani, hogy azokat az embereket értem meg, akiket tudom, hogy valaki tudatosan provokál. Nem arról beszélek, hogy meleg emberek fölvonulnak, amit én is tettem többször velük, felvonultam ezeken, most nem tudtam ott lenni, sajnos. Arra gondolok, amikor valaki direkt, ugye, itt én keresztekkel, nemi szerv között nyalogatja, ami nyilvánvalóan egy ilyen provokatív játék, és én azt gondolom, hogy azokat az embereket, akiket provokál, ezt meg lehet érteni. Ugyanúgy, mintha elmennék a nagymamádhoz ebédelni,
vagy nem tudom én. És az asztalra köpni. És akkor valaki ott elkezdene fingani, meg büfögni, meg beszélni arról, hogy tegnap milyen kábítószer fogyasztottunk. Nem fingás vagy büfögés. Azért ez megint. De hogyha direkt, arról beszélek, hogyha valaki direkt provokál, az milyen megítélés alá esik. Szerintem ez egy meglehetős. Szerintem mindannyian ismerjük azt az embertípust, aki nincs tekintettel a politikai nézetére, illetve nem is kérdezi meg, és a nyakadba zúdítja, hogy szerinte szemét Gyurcsány, szemét Orbán, szemét akárki, és egyáltalán nem érdekli, hogy... Az illető egyetért az én politikai nézeteimmel, várja. Oké, de van az a típus, tudod, aki viszont nem kérdezi meg, hogy te ezt akarod-e hallani. Aha. Tehát van ez a típus, aki... De mi nem ilyen típus vagyunk, és ezért megkérdezzük a kedves tévénézőt, hogy vajon mi a vélemény. Jaj, hát ez nagyon kedves, kedves uraim, hogy szóhoz jutottam. Hallanak engem? Igen, mert lehalkítottam túlságosan. Na most én tulajdonképpen nem is erről az utolsó legutóbbi témáról szerettem volna beszélni, de ha már, akkor szerényen megjegyzem, hogy mindez a provokáció legnagyobb része katolikus papok által viselt reverendába öltözött kétlábúak részéről történt. Tehát itt van a habatortán, kérem szépen. De én nem akarom ezt tovább, mert nem ezért telefonálok. Ez csak egy... Hát tudják, nem tudom meg. De mi most... Bocsásson meg egy pillanatra, mert egy kicsit rosszul van hangolva a tévém, úgyhogy engedje meg, hogy én elmondjam, és aztán válaszoljon, bocsánat a neveletlenségért. Először, amit mondani akartam, nagyon élvezem az önök diskurzusát, ami egymás között van, a másik pedig az, hogy az első telefonhozzászóló elég sokára jut szóhoz. Nehogy azt higgyék, uraim, hogy érdektelenség miatt nem jelentkeznek a hozzászólók, de én a műsor megindulása percétől kezdve telefonáltam, és állandóan foglalt volt a És vonal. Ezt akart elmondani nekünk, asszonyom? Ezt akart elmondani nekünk? Nem, nem ezt. Akkor térjünk rá arra, amit el szeretett volna mondani nekünk, legyen szíves. Igen, azt, hogy önök azt hiszik, hogy demokrácia van, csak arra vigyázzanak nagyon, hogy záros határidőn belül ez a műsor és a Budapest 1 vagy a Budapest Rádió műsora rákerül az UPC-n egy olyan listára, amely csak speciális, amely adó csak speciális beállítással fogható. Mi egy speciális adó leszünk, akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmeztetést. Igen, vigyázzanak, és ezzel ellen nagyon szeretném, ha valamit tennének, azért szólok közben. Köszönjük szépen a figyelmeztetését. Vigyázni fogunk. Nagyon-nagyon oda fogjuk, oda fogunk figyelni erre is, majd a speciális beállításokat szerintem mindenki eszközölje, amiket hallgatni akar a jövőben, de jelenleg úgy gondolom, hogy foghatóak vagyunk így is, meg felfoghatóak is talán. Az én számomra csak az a felfoghatatlan, hogy ha valakit mondjuk ez a menet irítál, meg irritálja ezeket az embereket az, hogy itt bizonyos embereknek a szexuális identitása nem egyezik az övékkel. És azt gondolják, hogy csinálják, csak csinálják otthon, ha egy mód van rá. Akkor miért mennek oda irritálódni? Hát egyrészt miért mennek oda irritálódni? Egy doboz tojással? Igen. Egy doboz tojással, meg néhány narancssal. A másik kérdésem meg az lenne, hogy ugyanezen az alapon állva alkalmazhatnánk például azt az érvelést, hogy a vallás az ugye egy magánügy, egy személyes ügy. Tehát az a körmenet például, amit húsvétkor rendeznek, amikor körbeviszik... Az, amikor annak a ezer éve halott királynak a levágott igen, kezét... A levágott kezét körbeviszik, és ráadásul tudjuk jól, hogy addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Tehát az mindig kiszedik onnan, mindig viszik körbe, előbb-utóbb tényleg... Ki kíváncsi erre? Összefogják törni előbb-utóbb, tehát én egyébként féltem a Szent Jobbot ettől is, de mindegy. A lényeg, hogy újra meg újra körbe mennek, meg ott a csíksomlyói búcsú. Tehát hogy ott is tömegesen összegyűlnek, hangoskodnak. Miért? Miért gyűlnek össze? Miért nem mindenki a saját vallását? Igen, templomaiban. Na igen, miért a saját templomban, otthon? És különböző elméletek, ugye, amik ezért elég nehezen leellenőrizhetőek, lehet, hogy a gyereked elhiszi. Szóval én nem tudom, ez is ugyanolyan dolog, hogy van az igen, a... Én buddhista vagyok, és lehet, hogyha belütközöm egy körülnet, de lehet, hogy a gyerekem egyszer csak...
Katolikus lesz. Ugyanis elkezd arra szent lélek. Igen. Igen. Tehát hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy mondjuk mi a különbség? Tehát mi a lényeges különbség? Mi a valódi különbség mondjuk a melegeknek a menete, vagy illetve a katolikusoknak a menete között? És hogy lehet az, hogy például a nem katolikusok, vagy akár hova tovább a nem keresztények, azok nem vonulnak fel narancsokkal, vagy citromokkal, meg tojásokkal, hogy megdobálják a Szűz Mária körmenetben résztvevőket? Én csak egy dolgot tudok, Robi, és tényleg egy kérdés van mindig, hogy van-e, tehát egy dolog, hogy valaki azért provokál valakit, ami, vagy aki. Ez egy dolog, és a másik kérdés, amikor valaki úgy direkt rátesz és provokál. És itt egyébként a meleg, csak ezt hadd mondjam el, tehát a maga a meleg demonstráció résztvevőjének igen nagy részét a nyilatkozataiból lehet tudni, hogy zavarja őket az a néhány ember, aki a teherautókon ezt eljátsza. Jó, ez még minden tüntetésnek része, hogy nem indokolja az erőszakot. Hogy egyetértek a felvonulókkal, de a nagyon hangosakkal én sem. De én azt gondolom, hogy, tehát nem tudom, az a furcsa, hogy igen, tehát tökéletesen értem egyfelől az érvelésedet, másfelől pedig én heteroszexuális vagyok, de engem egyáltalán, én a legkevésbé sem érzem provokatívnak, hogyha ott melegek. Engem jó. Se, de mondjuk... Én nem tudom egészen pontosan, hogy miről beszélünk. De engem sem. Mondjuk valaki reverendában mesztelenül pózol, nyelvét kiölti, szeretkezésre emlékeztető mozdulatokat tesz, stb., és ez a közösséget felháborítja. Engem személy szerint Ratzinger bíborosnak, aki történetesen a pápa, az újabb meg újabb körlevelei háborítanak fel, például arról, hogy létezik a pokol, de nem ám úgy, hogy az Istentől való abszolút távolság, hanem a pokol az rendesen forróság van, és üstök, és ördögök, meg bugyrok. Tehát, hogy vagy például engem személy szerint felháborít az, hogy ő helyre akarja állítani a latin nyelvű misézést a templomokban. Ez most a legfrissebb. A legfrissebb nem vissza akarja. Tehát ez az a nézet, ami a 16. században volt már korszerűtlen. Tehát, amiket... A 14-ben a husziták voltak az első, vagyis ugye a saját nyelvű misézést. Na jó, de őket még leverték. Aztán a 16. században meg, de gyakorlatilag, tehát hogy mondjam, a középkorba akarja visszavezetni a római katolikus egyházat. Tehát ilyetén módon engem személy szerint irritálhat a katolicizmus, hiszen az a pápa, amely a katolikus, római katolikus egyháznak a dogmája szerint tévedhetetlen, ilyesmiket nyilvánít ki. Ráadásul azt állítja, hogy az egyedül üdvözítő egyház, az a római katolikus egyház, azt mondja, hogy az egyetlen keresztény egyház, Krisztus egyetlen egyháza, kvázi ha én evangélikus vagyok, én speciál evangélikus vagyok. Tehát akkor én személy szerint én nem vagyok keresztény. Én. Ő azt állítja. Ezt mondta, bocsánat, hagyj javítsam ki a Ratzinger bíborost, ez a legutóbbi nyilatkozat. Igen? Hogy igen, bíboros egyébként. 16. Benedeket, ja, bocsánat egyébként. Nem, egyébként püspök, Róma püspöke. És bíboros volt, de... Ja, bocsánat. Igen, most püspök. És valamilyen német egyház megyek, érseke volt. Igen? Szóval a lényeg az, hogy ő azt mondta, hogy az egyházak, egyetlen egy egyetemleges, tehát katolikus egyház létezik, egyetlen egy egyház létezik, ez pedig a katolikus egyház, a római katolikus egyház. Az ortodoxokat sajátosaknak nevezte, de azt mondta, hogy a pravoszlávok, illetve a keleti kereszténység, vagy a bizánci típusú kereszténység sajátos egyháznak tekinthető alakulat. De a protestánsok? Erre a pátriárka azt mondta, hogy protestánsok? A protestánsok is keresztények, de az egyházaik nem tekinthetőek a szó Isten értelmében egyházaknak. És a nonkonformisták, és a nonkonformisták, és a karizmatikusok, ők már biztosan nem keresztények, ugye? Ő azt mondja. Tehát itt arról van szó, hogy a keresztény... Befogadja Krisztus szentségét, az keresztény, de aki nem... a katolikus liturgia szerint ti miséken vesz részt, hanem mondjuk egy protestáns egyházhoz tartozik, akkor az nem egy egyházban imádja az urat. Mondjuk, hogy engem ezek a kijelentései Ratzinger püspöknek, ezek a kijelentései engem személy szerint irritálnak. Egyébként nem, mert vagy bosszantanak, vagy mulattatnak a hangulatomtól függően, de tegyük fel, hogy irritálnak. Akkor az a római katolikus körmenet, amikor körbe szokták járni húsvétkor a bazilikát, és körbe viszik a Szent Jobbot, az én személyes provokációm. Ott értelmezhetném így. Mert ennek a pápának a hívei ott engem személy szerint, és akkor én oda kimehetnék, és megdobálhatnám őket ilyen alapon.
Persze eszemben sincs, és soha nem is tennék ilyet, de ezen logika alapján, hiszen engem ők ott irritálnak. Ja. És megvan a dolognak a belső logikai, intellektuális koherenciája. Nem akarom ismételni magam, egyetlen egy, tehát sok mindenben egyetértünk, azt gondolom, hogy különbséget lehet tenni a szándékos provokáció, tehát hogyha valaki még tehát direkt akar provokálni, és hogyha valaki csak mint jelenség, vagy hogyha úgy csak gyakorolja azt, aki, vagy ami így emiatt provokál. Más megítélés alá. Tényleg borzasztó relatív, ne haragudj, csak annyit akarok mondani, relatív. Hogy egy-két évvel ezelőtt mondjuk Belfaston végigvonulni a protestáns negyedben egy katolikus körmenettel, vagy a katolikus negyedben egy protestáns körmenettel, az valószínűleg óriási lövöldözésbe, verekedésbe és gyilkolásba torkolna. Na jó, de ez elsősorban az angolok miatt van. Tehát elsősorban a brit birodalomnak a hivatalos politikája miatt van, tehát azért nem ugyanaz a... Nem, akkor, jó, akkor menjünk messze, menjünk rá a német-alföldi polgárháborúhoz. Ott ugye a német-alföld lakosságának a kétharmada meghalt abban a polgárháborúban. Állítólag a pápa rövid időre engedélyezte az ott élő férfiaknak a polgárháborút követően a két nejűséget, hogy a területet újra benépesítse az emberiség, vagy hát az ott élők maradéka. Úgyhogy tehát voltak igenis olyan korszakok, amikor azért, mert például valaki körbe vitte volna a Szentjobbot, azért lett volna nagyon sok ember, aki ezért azoknak tudja az életét. Világos, világos. Ezért nem hülyeség ez az analógia, bár nyilván támadható abból a szempontból, hogy ott ugye egy hitbeli meggyőződésről, itt még egy szexuális orientációról beszélünk, és? Amit... És mi a különbség? A melegek ellen érvelők azt mondják, hogy ez szerintük választott, de ha nem is választott, de nem. Akkor is deviancia. Jó, na jó, ez viszont megítélés kérdése. De kérjük ki a néző véleményét erről. Deviancia a homoszexualitás? Halló, halló? Igen. Ön van a vonalban. Jó estét kívánok. Jó estét kívánok. Jó estét. Azért egy kicsit furcsa. Ön azt mondja, halló. Igen, igen. Igen, halljuk. Halljuk, hogy tessék. Nem irritálja. Halkítsa le a tévékészüléket, legyen szíves. Így jó. Így jó. Nos? Na, most azt akarom mondani, hogy önöket nem irritálja az, hogy valaki meleg, meg stb. Igen, sőt. De mégis irritálja, mert azok az emberek, akik nem vonultak föl, hanem nézték a felvonulást, és ha valakinél tojás volt, nem tudom megérteni, mi kell akkor a rendőröknek elvenni például attól a szegény nőtől, aki elment a közértbe és vett 3 doboz tojást, mert olcsó volt, és a rendőrök elvették. Ő nem azért vitte oda, hogy dobálja, ez az egyik. Nem azért vitte oda, hogy dobálja, hazavitte, rántottát készített. Tehát ő azt állítja, hogy az a szegény nő rántottának vitte haza a tojást, és a rendőrök elvették tőle, ezt mondja. Szóval kell valamiféle friendly fire-nek, vagy egy ilyen civil áldozatnak. Na most bizonyítson ön ellenkezőjét, hogy nem azt akar csinálni. Én nem akarom bebizonyítani az ellenkezőjét, de még a bíróság is elfogadja azt, hogyha valami annyira evidens, hogyha valaki egy meleg felvonulásnál áldogál 3 doboz tojásról, tojást dobálnak, akkor vagy menjen haza, vagy utána ne csodálkozzon, és ne játssza meg a hülyét, szerintem. Meg a tojás kerüljön a szatyor vagy a cekkel, a hátizsák. De ez zseniális egyébként, ez zseniális, és tudod, hogy mi a félelmetes? Köszönjük szépen a hívását. Az a félelmetes, hogy emberek ezt el akarják hinni. El akarják hinni, mert ez bizonyítéka a... Mi aztán kirohantunk már ebben a műsorban is, másban is a rendőrök ellen elégszer. Nem kell bizonyítanunk azt, hogy mi az emberi jogok pártján állunk, és sajnos ez mostanában sok esetben jelenti azt, hogy a rendőröket komolyan bírálnunk kell ebben az ügyben. Na de itt ebben a konkrét esetben, na! Az a rendőr, amelyik elveszi a tojást a szegény asszonytól, és ez az ember, ez elsajátította az együttérzést a szegény asszonnyal, aki rántottának vette a tojást, és ott volt a kezében 3 doboz tojás, és elvette tőle a rendőr, és nem fog tudni a gyerekeinek rántottát sütni, és a gyerekei éhezni fognak ezért, mert a rendőrség elvette a tojást. Na, és ez a félelmetes, hogy ez az ember, ezt el akarja hinni, mert hogy így illeszkedik a gondolkodásába. Képpen. Na ez a kognitív diszonancia redukció. Ez az. Tehát amikor valami kilóg a gondolkodásodból, tehát egyszerűen nem illeszkedik bele, koherenciába kell hozni, és egy fatális hülyeséget el kell sajátítanod intellektuálisan, és védened kell, és ki kell állnod valami mellett, ami abszurd. Be kell hatolnod az abszurdba, és magadévá tenned ahhoz, hogy a gondolkodásod koherenciája helyreálljon. Márpedig szerintem, hogyha valami mellett ki kell állni, és most tegyük félre a sok elméleti vitát, én azt gondolom, hogy
tavaly szeptemberben és októberben ki kellett állni azok az emberek mellett, akiket a rendőrség megvert, akik ellen túlkapások történtek, és büntetlenül úszta majdnem meg a rendőrség azt, hogy ugye itten durván megverték őket. Ez volt tavaly, idén egy másik csoport az, aki veszélyeztetve van ebben az országban. A melegek miután a felvonulással elmentek a felvonulást követő buliba, különböző bandák várták őket a buli hely előtt, és amikor ebből távoztak, akkor megvertek legalább 10 meleg polgártársunkat. És én azt gondolom, hogy azok az emberek, akik a szabadság, a szolidaritás és az erőszakmentesség, vagy az emberi jó közül bármely értékre is adnak valamit, azok a következő hetekben álljanak ki amellett, hogy a meleg embereket ne lehessen megfélemlíteni, és ne lehessen bántani. Ebben az újságban, a Magyar Narancsban nyilatkozik úgy több névtelenül megszólaló meleg polgártársunk, hogy most lett talán egyszer is mindenkorra lelők ebből az országból. Én innen üzenném nekik, hogy a többség az mi vagyunk, akik együtt éreznek velük, és azt gondolják, hogy... Ez már majdnem úgy hangzott, hogy a békés többség mi vagyunk. Azt gondoljuk, hogy ez már nem hangzott túl jól. Sőt, én azt gondolom, hogy nekem egész egyszerűen nincs közöm ahhoz, hogy ők mit csinálnak. Na. És azt szerintem ez a legtisztább, hogyha az emberi gondolkodik. Na most egyébként talán az sem lehet véletlen, hogy Gyurcsány Ferenc egyik államtitkára éppen most jött elő egy coming out-tal. Éppen azon a rendezvényen jött elő egy coming out-tal, és vallotta be első férfi politikusként, gyakorlatilag a rendszerváltás óta, sőt azt gondolom történelmileg, hogy homoszexuális. És ez sem lehet véletlen. Tehát a drága jó Gyurcsány Ferenc megint fölkapaszkodik az aktuális vonatra, megint, ahogyan megkonstruálta a vitát, vagy a diskurzust a fasiszták, antifasiszták kérdéskörében, most a homofóbok, illetve jogvédők ellentétpárrá próbálja meg átkonstruálni azt a kérdést, aminek valójában a megszorító intézkedésekről, meg az alkotmányellenes kormányzásról kéne szólni. Robi, az úr, az államtitkár még a meleg felvonulás előtt döntött el, hogy beszélt fog mondani, tehát ennyiben nem egészen... De talán nem véletlen. Te nem gyanakszol erre, ugye? Most ezt kihagynám, eléggé gyanakszom a Gyurcsány kormány úgy, ahogy van, ezt kihagyom. Egyébként az, hogy van-e közünk ahhoz, hogy a meleg polgárok és hogyan, milyen viszonyok között élnek, én azt gondolom, hogy annyiban van, hogy jelenleg nem élveznek egyenjogúságot Magyarországon, tehát még csak az élettársi kapcsolatot sem köthetik meg teljesen egyenjogon, házasságról nem is beszélve, és ez nem csak azt jelenti, hogy házasodhatnak-e, ez azt jelenti, hogyha van egy meleg pár, tudnak-e örökölni egymás után, hogyha együtt élnek 30 évig, valaki meghal, akkor kidobhatják-e a lakásból, ez azt jelenti, hogyha valaki a kórházban van, akkor meglátogat, hogy hagyják-e egymást, ez azt jelenti, hogy felvehetnek-e kedvezményes hitelt, és ez azt jelenti, hogy örökbe tudnak-e fogadni egy egyébként arra szükséget, hát hogy mondjam, bíró gyermeket.